Két egyforma mérleggel rendelkező NB1-es klub második számú csapata csapott össze Pakson a labdarúgó NB3 középcsoportjának legutóbbi játéknapján. A 7. Paksi FC2 a 8. Budapest Honvéd 2-t fogadta. A találkozó végig osztályon felüli volt, amit nagy iram és sok helyzet tarkított. A hazai együttes volt aktívabb az első negyed órában, az 5. percben Nagy Ádám lőtt mellé, majd egy perccel később kecskés nagyszerű passzából egy cselt követően Simon Márk vezetéshez juttatta a zöld-fehéreket. A folytatásban egyre jobban magára talált a Honvéd 2, Bobál és Rózsahegyi próbálkozásainál nagyokat védett a Paks kapusa. A 36. percben azonban már Rácz Gergő is tehetetlen volt, Lukács Dániel közeli lövését nem foghatta. 1-1 volt a félidei állás. A térfélcserét követően támadásban maradt a vendég, Lukács Zicserénél ismét a Rácz védett hatalmasat. A túloldalon azonban jobban koncentráltak a játékosok, és Kecskés újabb gólpaszt adott, a befejező, vagy inkább a befejelő, Báló Tamás volt. A 70. percben tovább növelhette volna előnyét az Ostermayer alakulat, de Simon megpattanó lövése a kapufát csattan. A hajrában már csak kisebb lehetőségek akadtak Pisont István legényeinek, újabb gól nem esett, így a lefújáskor a vendéglátó örülhetett. A végeredmény Paksi FC 2, Budapest Honvéd 2, 2-1. Ostermayer Gábor együttese 4 fordulót követően 7 ponttal a tabella 4. helyén áll. Nagyon jó érzés volt visszajátszani, megmondom őszintén, már elég rég nem játszottam tétmérkőzést, úgyhogy külön örülök neki, hogy gólt tudtam szerezni, de legfőképp a csapat győzelme az a fontos igazából. Milyen volt a meccs? Hát a meccs küzdelmes meccs volt, ahogy láttattátok. Igazából első fél időben rúghatunk volna több gólt, nem rúgtunk, de aztán a második fél időben hál' Istennek be tudtuk gyűrni ezt a mérkőzést. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagyon jó csapat ellen. Mindkét csapat szeretett volna focizni, úgyhogy változatos, jó uramú mérkőzésre sikerült, szerintem osztályon fölé volt. Nagy futó teljesítményre kényszerített minket a Kispest. Az első 30 percben nekünk voltak lehetőségeink, Simon többször is veszélyeztetett, jól játszott. A első fél időnek a végén pedig a Kispest alakított ki helyzeteket és jogosan egyenlített. A második fél időben akkor rúgtunk gólt, amikor a Kispest jobban játszott. Nehezen dolgozza föl az ember, különösen azért, mert egy elkerülhető gólt kaptunk, és belül nem álltunk közel a játékoshoz. De való igaz, hogy szépen vissza tudtunk jönni a meccsbe. Többször tudtunk értékelhető jó megoldásokkal előrukkolni. Amint említetted, a második fél meg is szerezhettük volna akár a győzelmet is. 3 óriási nagy zicserünk volt, és több olyan lehetőség, ami ilyen összekötőkből be tudtunk törni, és akár egy jó eltalált lövéssel akár megszerezni, de nagyon jó védett a Gergő, a Rácz Gergő mai mérkőzésen. Úgyhogy sajnálom ezt a helyzetet, minimum a döntetlent meg kellett volna szerezni.